Hölgyeim és uraim, az imént felsorolt, bemutatott három jelölt közül a közönségtől a legtöbb voksot kapja, és kapta. Nagyon-nagyon szoros szavazattal, szavazott különbséggel. Zsikó Zoltán és zenekara. Nem tudom, hogy osztottátok el a feladatot, Zoli, hogy te beszélsz. Köszönjük szépen, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Először is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is Önöket itt a Babis Mihály Kulturális Központban. És a mai napon egy régió zenészmondásnak fogok eleget tenni, amely úgy szól, hogy állj magasra, hogy lássanak, játsz hangosan, hogy halljanak, és legyél rövid, hogy szeressenek. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszönöm a jövőre 10 éves Zsikó zenekar nevében ezt az elismerést. És az az igazság, hogy óriási megtiszteltetés az, hogy ilyen kiváló jelöltekkel és ilyen kiváló díjazottakkal soroltak minket egy kategóriába. Nekünk a legfontosabb hitvallásunk az, amit ifjú zeneakadémistaként Batta András rektorútól kaptunk a művészetek palotájában, amikor is arra esketett fel minket, hogy minden körülmények között a magyar népzenei, a magyar zenei élet és a magyar kulturális élet felemelkedését szolgáljuk. Én bízom benne, hogy jó úton járunk, és Tolna megye az otthonunk, vigyázzunk rá. Nagy tisztelettel köszönöm szépen a zenekar nevében ezt az elismerést. Zsikó Zoltán 10 éves volt, amikor egy népzenei táborban eltöltött egy hét után úgy döntött, élete a kultúrához és a népzetéhez kötődik majd innentől. Nyert minősítő versenyeket gyerekként, ami még erősítette benne a hitet, hogy eléri a kiválasztott célt. Viszonylag tudatos ember vagyok egyébként, és az én életemben nem voltak ilyen kérdések, ilyen útkeresési nagy kérdések, mert azt mindig tudtam, hogy körülbelül mivel szeretnék foglalkozni. Tehát a népzene, a népi kultúra, meg úgy emblok a kultúra, ez mindig tényleg azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 10 éves koromtól folyamatosan része az életemnek, és amikor már egyetemista lettem, tulajdonképpen én akkor megfogalmaztam magamnak azt, hogy mindenképpen úgy szeretnék foglalkozni a népzenével, hogy valami szervezett formába, vagy valami intézményesített formába, ami nyilvánvalóan nem tudtam kimondani mondjuk 10x évvel ezelőtt, hogy mondjuk a Babis Mihály Kulturális Központ az, ahol szeretnék dolgozni, de azt ki tudtam mondani, hogy mindenképpen kulturális intézményben szeretnék dolgozni, vagy valami olyan tudományos központban, ami a kultúrával foglalkozik. Az egyetem első évében. Tisztán emlékszem rá, hogy ugye az egyetemen látszódott, hogy én Székesfehérváról jöttem a konzervatóriumból, és hát azért Budapesten gyakorlatilag tényleg a Zeneakadémia, a magyar kulturális élet fellegvára, a magyar kulturális élet csúcsa. Tehát oda azok az emberek jutnak be a magyar zenei életből, akik tényleg azt lehet mondani, hogy hát viszonylag komoly színvonalon művelik ezt a tudományágat. És a helyzet az, hogy én tisztán emlékszem arra, hogy az egyetemen a népzene tanszéken látszódtak ezek a csillagok, akik több generációra visszamenőleg híres, elismert szülőktől, nagyon komoly zenész családból, stb. Érkeztek. Ugye én meg alsónyéki gyerekként úgy bekopogtam az egyik terembe, ahol éppen mondjuk a Kispuma barátom, aki egyébként egy legendás családnak a sarja, éppen a Kispuma barátom brácsázott. És oda mentem hozzá, és szia, Zsikó Zoltán vagyok, elnézést, azt szeretném kérdezni, hogy lesz egy lemezfelvétel, lekísérnél brácsán. És akkor Kispuma így rám nézett ilyen kérdően, hogy hát igazából, hát ha nagyon muszáj, akkor igen. Úgy körülbelül innen indultunk. A barátság és az együttműködés oda vezetett, hogy két felszállott a pávában és kiemelkedően nyújtott a zenekar, és ma már nem is kérdés tagjai a magyar népzenei elitnek. Nem volt kérdés az, hogy Pestre menjek. Nagyon bíztam abban, hogy majd annak idején engem is fel fognak venni a Zeneakadémiára, és hát tulajdonképpen ez így egyértelmű volt, hogyha én is felkerülök majd Pestre, akkor rendesen, mint zenekari tag részt tudok venni a zenekar életében, és tudok velük együtt dolgozni. Én kicsit félve kerültem be a zenekarba, meg hát azért mindegyik őjük idősebb tőlem, és én azt hittem, hogy hát ők nem is szeretnék, hogy én bekerüljek a zenekarba, meg ők teljesen jól el vannak együtt a fiúk, és akkor jaj, jön még egy lány, akkor mit tudom én, de nagyon később kiderült, hogy nekik is ez egyértelmű volt, hogy amint a tanulmányaim engedik,
akkor én is be fogok kerülni a zenekarba. De nem vagyok szép, csak a szemem fekete-fekete, nem vagyok én az erdőben remete-remete. Fél kutya, fél igazi pont a pamét, fél kutya, fél igazi pont a pamét. Mindenféle elfogultság nélkül mondhatom azt, hogy a magyar népzenei élet egyik legkiválóbb szereplője. Tehát ilyen szempontból hál' Istennek nálunk nem az a helyzet, hogy azért kell vele együtt muzsikáljak, mert a testvérem is úgy illik, hanem azért muzsikálok vele együtt, mert kiváló muzsikus, kiváló énekes, és ez emeli egyébként a szakmailag is a zenekar fényét, és hát emellett pedig a testvérem, akivel nyilván a kapcsolatom nagyon, nagyon jó, nyilván fontos számomra, és azt szeretném, hogy az élete jól alakuljon. Úgyhogy, meg hát azt gondolom, hogy erősíti is azért ezt a formációt, az, hogy két testvér adott esetben frontvonalban van, hiszen hogyha megnézzük a piacot, akkor azt látjuk, hogy azért egy ilyen testvéri vagy családi kapcsolat, ami jól működik, az arculati szempontból is nyilván erősíti a helyzetét egy együttesnek, és hát nálunk adott esetben tényleg az, hogy Magyarországon, hogyha megnézzük a férfi énekesek számát, akkor nagyon-nagyon kevés férfi énekes van. De azt mondom, hogy hiába van nagyon sok női énekes, szerintem igazán jó női énekes sincsen túl sok, és én azt gondolom, hogy ebbe a zenekarba tényleg találkozik két olyan pillér, ami kicsit ilyen különlegessé teszi a zenekart, és hát természetesen ott van mögöttünk, idézőjelben mögöttünk, azt gondolom, hogy az ország legjobb zenekara. Napi feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy legyenek koncertek, nagyon tudatos munkát kell végezni ahhoz, hogy jól működjön egy zenekarnak a menedzsmentje, tehát nem elég jól muzsikálni, azt el is kell tudni adni. Tehát kell egy nagyon jó menedzser egy minden zenekar élére, és hát nagy fesztiválokra bejutni, nagy helyeken koncertezni, az nyilván ahhoz komoly kapcsolatok kellenek, komoly bizalom kell, és nagyon komoly teljesítmény kell, úgyhogy hát összességében egy nagyon komoly háttérmunka az, ami egyébként egy zenekar tud működtetni. Mindig konkrét ötletekkel megyünk a próbára, mindig konkrétan kitaláljuk, hogy akkor ez olyan a koncerten, ez és ez lesz. Tehát abszolút ez megvan. A Prima díj egy állomás, amire büszke lehetek én is, és a zenekar is, mondja Zsiko Zoltán. Kívánom, hogy ez így legyen, hogy a zenekar életében is ez egy nagyon komoly állomás legyen, de még azt kívánom, hogy sok ilyen komoly állomás legyen. Ez nyilván egy visszajelzés. Ugye jövőre 10 éves az együttes. Ez nyilván visszajelzés egyrészt a zenei életünkre, másrészt pedig arra az életünkre, amit a mindennapokban végzünk, hiszen én ezt mindig elmondom, hogy az én véleményem szerint nem lehet külön választani a művészt az embertől. Tehát én sokszor hallom ezeket a teóriákat, hogy valaki valamilyen ember, aztán fölmegy a színpadra, és aztán pedig csinál valami olyat, ami mindenkinek jó, és mindenkinek szimpatikus. Én meg azt vallom, hogy szerintem az előadó művész az attól izgalmas, hogy azt az emberi mi voltját, meg azt az emberi életét próbálja meg adott esetben, még abba az egy órába is bevonni, amit az emberek szeretnek, vagy amilyen ő. És pont ezért gondolom azt, hogy egy picit adott esetben személyekre is lehet ez elismerés, tehát adott esetben a Zsuzsi munkáját, vagy az én munkámat is, meg úgy külön a zenészek munkáját is, ez a közönségdíj, ez megerősíti a személyünket, megerősíti, hogy talán az az út, amin járunk, és az a gondolkodás, ahogy a mindennapjainkat éljük és dolgozunk, nekünk ez egy megerősítés, hogy talán jól végezzük akkor ezt, és hogy jó irányba tartunk.